December 3-a. Nem! Nem lehet ez! Nem lehet esküvő! Blake az egész, persze. Blake-ka! Hisz az ente semmit sem olyan apród. Hisz ez puszta rang, semmi egyéb. Nem valami látható vagy kézzelfogható dolog. Azért, mert hogy ő még apród, megjelenti azt, hogy nő egy harmadik szem a homlokán. És az orrát sem aranyból csinálják, hanem éppen ugyanolyan, mint az enyém, vagy akárki másé. Ő is szagol és nem eszik vele. Küsszent és nem köhög vele. Néha már nem. Megfogalmazódik bennem az a kérdés, hogy miből erednek ezek a különbségek? És hogy lehet az, hogy én címzetes tanácsos vagyok? Lehet, hogy én gróf vagyok. Távolodok, és csak látszom címzetes tanácsosnak. Vagy lehet, hogy nem is tudom, mi is vagyok én tulajdonképpen. Hisz annyi hasonló esetről hallott már a történelem, hogy él éldegél egy ember, nem is nemes ember, hanem holmi nyárspolgár, sőt, paraszt, és egyszer csak kiderül, hogy ő mágnás vagy uralkodó. Könyörgöm, ha egyszerűen muzsikból is lehet ilyesmi, akkor miért ne lehetne belőlem is? Ha egyszer beállítanék az irodában, mint tábornok, jobb vállamon is aranyrojt, a bal vállamon is aranyrojt, keresztbe egy kék szalag. Akkor milyen húrokat pengetne az én gyönyörűsége? Mit mondom a drága papa, a mi igazgatom? Szabadkőműves. Eltétlenül szabadkőműves. Én egyből észrevettem. Persze ő mártig állítja, hogy ez meg az, de én nagyon jól tudom, hogy ő szabadkőműves. Az ember kezed akarna lefogni, csak a két ujját nyújtja oda. Miért ne léphetnék elő? Félkormányzóvá, konzullá, intendánsá, vagy más ehhez hasonlóvá. Címzetes tanácsos vagyok. És miért éppen címzetes tanácsos? Miért?